mai este egy érdekes dologra szeretném felhívni a figyelmet, ugyanis a makacságnak nevezett tulajdonságunk, szokásunk nagy mértékben befolyásolja azt, hogy az egyes biológiai különprogramok, idézőjel betegségek milyen súlyosan fognak lezajlani. Erre szeretném a ma este felhívni a figyelmét mindenkinek, és aztán elgondolkodhat a megoldáson, vagyis azon, hogy továbbra is kitartóan ragaszkodunk a véleményünkhöz, vagy esetleg másfajta véleményeket is hajlandók vagyunk elfogadni, vagy egy másik embert, egy adott helyzetet olyannak, amilyen. A weblapnak a beköszöntő oldalát mutatom, pontosan azért, hogy megértsük ezt a nagyon fontos üzenetet, ami itt van a weboldalon. Az egyik ez pontosan arról szól, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Hát ameddig a beteg nem fog megváltozni, addig a programjai valójában semmit se fognak változni. A másik nagyon fontos üzenet az Hámer doktornak az üzenete, mégpedig az, hogy a germán gyógytudományt orvosoknak és betegeknek írta, akiknek szívük és józan eszük van. Szeretném egyúttal a közönséget tájékoztatni arról, hogy a germán gyógytudomány menüpontba, ha belépünk, akkor megtaláljuk a videókat, és ott fogjuk megtalálni azokat a felvételeket, amelyek eddig kikerültek a weblapra tematikusan. Felhívnám a figyelmet, hogy a tudástár teli van rengeteg értékes információval, mind írott anyag, mind pedig videóanyag található benne. Felhívnám a figyelmet a képzésrend menüpontra is, mert újabb dolgokat hirdettünk meg, nem csak a képzésrendben, hanem a Facebook oldalunkon is. És ha tovább lépünk, és elgondolkodunk azon, hogy ez a csodálatos ember, dr. Rike Gerd Hámer, mekkora kitartással dolgozott azon, hogy azt a tudást, azt a felfedezést átadja nekünk, amivel most rendelkezünk mindannyian, akik itt vagyunk és figyelünk, akkor nyilvánvaló, hogy a kitartó munka, a kitartás egy bizonyos cél megvalósításáért nem jelenti azt, hogy makacs vagyok. A kitartás és a makacsság nem egy és ugyanaz. Én kitartóan kerestem a megoldást, épp úgy, mint Hámer doktor. És 15 évig kitartóan kutattam, de nem makacson, hanem folyamatosan ott volt a fejemben, hogy keresem a megoldást, hogy hogy lehet a betegeken segíteni. És akik ismernek már, azok azzal is tisztában vannak, hogy van orvosi végzettségem. Megmosolyogtam egy bejegyzést a Facebookon, aztán közöltem, hogy a 46-122-es nyilvántartási számon vagyok regisztrálva, és nem a Wikipédián kéne engem keresni. Szóval a kitartó munka még nem jelenti azt, hogy makacs vagyok. A makacságnak a fogalmát a későbbiekben majd megpróbálom kifejteni, és remélem, hogy mindenkinek sikerül, ha azt vesz észre, hogy makacs, hogy azt legalább kicsit lejjebb engedi, és kitartóan fog küzdeni azért, mondjuk, hogy meggyógyuljon, kitartóan fog küzdeni azért, hogy átírja az eddigi gondolkodását, illetve lezárja a múltját, illetve kitartóan minden este lezárja békével a napjait, és akkor már meg se fog betegedni.
Ámer doktornak az életéről és munkásságáról különösebben nem fogok most részleteket elmondani, hiszen egy külön előadásban tájékozódhatunk erről a csodálatos emberről, hogy az ellenszél ellenére, és most nagyon finoman fogalmaztam, hogy ellenszél, ennek ellenére ő kitartóan végezte a kutatását. Nem engedett semmilyen zsarolásnak, semmilyen más könnyebb megoldásnak. A lényeg az, hogy ő a dolgát elvégezte. Nos, a természet működésének a törvényeit írta le Hámer doktor, vagyis mindaz, amit leírt, nem csak az emberekre, hanem az egész biológiára, növényvilágra, állatvilágra, sőt egysejtőekre is vonatkozik. A biologos az az élet tudományát jelenti magyarul, ez a biológia, és tudnunk kell, hogy az élőlény meghatározásában ott van, hogy önmagától szaporodik, önmagától táplálkozik, és ami nem tartozik ebbe a kategóriába, az nem tartozik az élőlények kategóriájába sem. Ez egy nagyon fontos dolog, amikor a vírusok kérdését fogjuk felvetni. Az első természettörvénye Hámer doktornak feltárja annak az okát, hogy miért betegszünk meg. A DHS-ről a részletesebben még beszélek, de amíg nem tudjuk valaminek a kiváltó okát, addig nem fogunk tudni valós megoldást sem eszközölni a probléma megoldására. Második természettörvény azt taglalja, hogy miként zajlik le az az úgynevezett betegség, amit Hámer doktor értelmes biológiai külön programnak nevezett, és nem betegségnek, mert az ötödik természettörvényből kiderül, hogy mindennek az értelme a túlélés és a faj fenntartása. Aztán a harmadik természettörvényben Hámer doktor közli, hogy mi történik a két fázis alatt, ugye a konfliktus aktív és a megoldás követő fázisban. A negyedik természettörvény pedig nagy vigaszt nyújthat mindenkinek, mert nem vagyunk egyedül a programok megoldásában, segítőink vannak, velünk együtt élnek, és csak akkor fognak felszaporodni, ha erre szükség van. Tehát ezt az öt alapvető gondolatot jó lenne megjegyezni, mert akkor már pánikba se tudnánk esni, hogy ja Istenem, mi lesz velem. Az ötödik természettörvényt mindenki megtapasztalhatja, ha kinéz az ablakon és figyel. Nem csak néz, hanem lát is. Látja a lényeget, látja, hogy minden élőlény, minden nap azért küzd, hogy életben maradjon, és hogy a fajt fenntartsa. Tehát mindennek értelme van, és az értelme mindennek a biológiában a túlélés és a faj fenntartása. Ha úgy gondolja valaki, hogy ehhez állatkísérleteket kell végezni, vagy statisztikát, nyugodtan csinálja, de egy elsőosztályos gyerek is ezt a tényt meg tudta állapítani. Szóval itt tényekről beszélünk, és nem olyan dolgokról, amit hát ha innen nézem, akkor így néz ki, ha onnan nézem, úgy néz ki, itt nincsenek feltételes módok, ha vettük észre. Az, hogy mi fog történni a testünk sejtjeivel a életünk során, nyilvánvaló, hogy tudományosan az egyetfejlődés ismeretében fogjuk megérteni. Az egyetfejlődés vagy embriológia az, ami föltárja számunkra, hogy hogyan alakul ki az emberi test. És a megtermékenyített petesejtből lesz minden sejtünk, minden szövetünk, és amikor ebből a sejttömegből, a szedercsír állapotból a sejtek differenciálódnak, akkor kérem a három csíralemez
alakul ki. És ez a három szín, amit ugye Hammer doktor alkalmazott, a belső, vagy endoderma, a középső, vagy mezoderma, és a külső csiralemezre, vagy ektoderma. Ez a három szín folyamatosan segítséget ad nekünk abban, hogy tudjuk, hogy az innen származó sejtek mit építenek fel a testünkben, és milyen idegrendszeri irányítás alatt vannak. Nagyon lényeges, csak egy példát mondok, itt van a külső csiralemez piros színnel, látjuk, hogy a piros színű nyíl egy pirosra festett babát ábrázol, vagyis a külső bőrön, a külső csiralemezből származik, és ennek az érzékenységét az agykéreg irányítja az érzőmező. Vagy csak egy egyszerű példát említsek ebből az egészből. Ugyanígy a belső csiralemezből, a szájüregtől egész a végbélnyílásig terjedő, majd 9 méter hosszú cső sejtjei fognak kialakulni, és ennek az irányítása pedig az agytörzsből érkezik. Ami középen van, a külső és belső csiralemez között, nyilván az a középső csiralemez, vagy mezoderma, és ennek a sejtjeit, egy részét a kisagy, másik részét pedig az új mezoderma sejtjeit a agyvelőben lévő idegközpontok vagy magvak irányítják. Ez így egyszerűen érthető, de van egy nagyon fontos következtetés ebből, mégpedig az, hogy nincsenek áttétek, mert egy kialakult sejt a megfelelő csiralemezből nem fog se idegrendszeri irányítást váltani, sem működést váltani. Mindig mondom, hogy ha valaki el tudja képzelni, hogy a falból egy tégla fölmegy a tetőre és cserépé alakul, én azzal nem vitatkozom. Én nem akarom makacsul meggyőzni a társaságot arról, hogy ezek a törvények így vannak, hogy ezek a törvények igazak, aki nem hiszi, járjon utána. A lényeg, hogy mindaz, amiről elbeszélek, amiről beszélek, az öt természettörvény, ez kőkemény tudomány, és a tudomány az, ami reprodukálható. Ez a tudományosságnak az ismérve. Tehát minden ember a három csiralemezből alakult ki, a teste, az emberi teste, a biológiai teste, és ezek a sejtek egy életen át működnek. Ha nem működnek, azt úgy hívjuk, hogy holttest. És mit tudnak tenni a túlélés érdekében? Három dolgot tudnak tenni. Amint itt látjuk, az agytörzs és a kisagy által irányított sejtek először szaporodnak, tehát sejt plusz. A megoldásban a felesleges sejteket lebontjuk. Az agyvelő és az agykéreg által irányított sejtek először sorvadnak, sejt mínusz, megoldásban pedig a hiányzó sejteket vissza fogjuk építeni. És az agykéreg képes egyedül arra, hogy működésgátlást végezzen a sejtek szintjén, és ha megoldottuk a konfliktust, akkor a működésünk helyre fog állni. Ez, kérem szépen, a világ legegyszerűbb egyenletrendszere, amiről csak beszélni tudnék. Ehhez nem kell egyetemi végzettség, hogy ezt megértsük. Sejtekből vagyunk felépítve, ezek egy életen át működnek, és mindig ugyanazt a dolgot teszik, amire ők kialakultak. Nem fogják megváltoztatni se a főnöküket, se a működésüket, nem lesz soha prostata sejtből csontsejt, vagy éppenséggel egy kötőszöveti sejtből mondjuk tüdősejt. Ez biológiai képtelenség, de arra nagyon jó az áttétek meséje, hogy a beteg elveszítse az utolsó reményét is abban, hogy esetleg meggyógyulhat. A sejtek számának csökkenését, szaporodását, vagy a működés változását mindig egy nagyon súlyos, váratlan, meglepetésszerű félelem indítja el. Kérem szépen, örömében senki sem betegszik meg.
De ha jön egy nagyon súlyos, váratlan, meglepetésszerű félelem, amit magányosan élek meg, és a lényeg, hogy benne maradok a konfliktusban, na akkor kérem, teljesedett a DHS kritériuma. De Dirk-Hammer szindrómát jelent a DHS. Itt látjuk a képen Hammer doktor 19 éves fiát, akinek a halála indította el Hammer doktorban azt a fajta gondolkodást, ami a germán gyógytudomány felfedezéséhez vezetett. Ugye ez a 19 éves fiú az édesapja karjai közt halt meg, pedig mindent elkövetett, hogy az életét megmentse, és 2 hónap múlva a halála után Hammer doktornak hereddaganata lett, és a hereddaganata se kemóval, se sugárral nem volt kezelve, csupán műtétileg. Miután magához tér, felépül, 1981-ben már egy müncheni ráklinik, München melletti ráklinikán dolgozik, mint belgyógyász, nem onkológus, hanem belgyógyász, főorvos, és nyilván megkérdi az ott lévő betegeket, hogy és, mint gyógyult rákbeteg, hogy és, az ön életében nem történt valami nagyon súlyos, váratlan esemény, mielőtt megbetegedett? És a válasz mind a megkérdezett 200 betegnél nagybetűs igen volt. És így jutott el Hammer doktor az első biológiai természettörvény felfedezéséhez, amit a rák vastörvényének nevez, tehát megdönthetetlen igazságot tartalmaz, és itt nem rákkeltő anyagokról beszélünk, és nem balesetekről, és nem hiányos táplálkozásról, nem sugárbetegségről, és nem orvosi műhibákról. Itt arról a lelki megrázkódtatásról beszélek, ami az agy közvetítésével szervi választ indított el. Mint látjuk, a lélek idézőjelben szerepel, mert magyarul fejezzük ki magunkat úgy, hogy lelki megrázkódtatás, de valójában itt nem a nagybetűs lélekről beszélünk, hanem érzelmi megrázkódtatásról, ami az agy közvetítésével szervi választ indít el. Most a lélek agyszerv tengelynek a leírása és ennek a táblázatba foglalása egy fantasztikus munka. Ez egy fantasztikus munka. És ezen a tengelyen, ha ismerem a szervi tüneteket, tehát a beteg őszintén elmondja, hogy mi a panasza. Mert nagyon sokszor a beteg még önmagához se őszinte. Tehát ha őszintén elmondja, hogy mi a panasza, akkor már lehet tudni, hogy mi volt a megrázkódtatás, az esemény, ami elindította az ő életében azt a bizonyos szervi elváltozást, és ennek mindig az lenyomata ott lesz az agyban. Ne felejtjük el, hogy a konfliktus pillanatában rögzítjük a sineket. És hát ugye a sinek azért nagyszerű dolgok, mert az állatvilágban a sinek emlékeztetik azt az élőlényt, hogy ebben a bokorban majdnem porul jártál, nyilvánvaló, hogy oda a nyuszi még egyszer nem fog befutni, ahonnan a róka kiugrott, és majdnem elkapta. A probléma csak az, hogy a mi fejünkben nem sinek, hanem pályaudvarok vannak, és ezeknek köszönhetően hát már szinte egyfajta tudás szinten. Úgy néz ki, hogy megoldhatatlan feladat előtt áll az ember, mert annyi mindennel kéne foglalkozzon, hogy még egy élet se elég ahhoz, hogy mit tudom én, amit 40-50 éven át nem rakott rendbe, hogy azt rendbe rakja. Kérem, a dolog sokkal egyszerűbb, mint gondolnánk, és a lényegi megértésre azért a 3 napot rá kéne szállni annak, aki ezzel komolyan akar foglalkozni, de ha csak annyi a problémája, hogy felteszek egy kérdést, és a válaszsal boldogan szenvedek tovább, akkor ez a dolog is megoldható. Tehát én csak annyit tudok segíteni mindenkinek, amennyit hajlandó befogadni. Amikor nem hajlandó valaki változtatni azokon a dolgokon, amelyek őt megbetegítették, akkor nyilván, hogy nem fog meggyógyulni. És itt jönnek be azok a dolgok, amiről már a 4. könyvemben
szólok, itt látható, a Ozsdulai éjszakai fotó csillaghullással megérkezett a negyedik könyv, szombaton lesz a bemutató. Nagy szeretettel várok mindenkit, akit érdekel, hogy mit tegyen, hogy jó legyen, és hogy hogy találja meg a megoldást. A előbb elmondottakból kiderül, hogy nem csak a váratlan esemény, a DHS lesz az, ami meghatároz egy nagyon súlyos történetet, hanem bejátszik természetesen az, hogy mi volt az én megélésem, mert az egyetlen valóság számomra az én megélésem. Ezt hétvégén Zentán is lejátszottuk, hogy ugyanarra a konfliktusra mindenkinek más és más volt a válasza. És az is lényeges dolog, hogy milyen a viselkedési minták. Ez egy nagyon újonnan ható gondolat egyesek számára, lehet, hogy óckodnak, vagy azt mondják, hogy ez istenkáromlás, és hogy ez nem germán gyógytudomány, de ha eljönnek a könyvben mutatóra, akkor meg fogják érteni, hogy mindaz, amiről én beszélek a negyedik könyvemben és a bemutatón, az pontosan, hogy aláhúzza, megerősíti mindazt, amit Hammer doktor felfedezett, mert élettani alapokon magyarázom meg azt, amit Hammer doktor leírt. Itt van, kérem szépen, a második természettörvény, ami írja, hogy két fázisban zajlik minden értelmes biológiai különprogram, tehát megtörtént a DHS becsapódása, valami váratlan súlyos esemény, és a konfliktus aktív fázisban zakatol az agyam, nem tudok nyugodtan aludni, felébredek álmomból, mert keresi az agyam, keresi a megoldást. Persze nem az érzelmi lezárást, hát arról szó sincsen, csupán valami pótcselekvést, valamit tenni kéne, hogy ne szenvedjek annyira. Kérdés, hogy meddig ülök ebben a konfliktusban, mert pontosan ez fogja meghatározni azt, hogy a megoldást követő fázisban mennyire fogok szenvedni. A konfliktus aktív fázis tehát azt jelenti, hogy stresszes az életem, emelkedik a vérnyomásom, emelkednek a stressz hormon szintek, a pulzusom, nem tudok nyugodtan enni, nincs étvágyam, nem eszem rendesen, lefogyok. Nyilvánvaló, ez illik már vagy 6-8 programot futtatni egyszerre, mert hát minél intelligensebbek vagyunk, annál tökéletesebben szedjük szét magunkat. És ez az időszak, amikor nincsen betegségtudatunk, csak annyit tudok, hogy nem vagyok nyugodt, feszült vagyok, ideges vagyok, stb. Mert van egy helyzet, ami még nem került megoldásra. Rendben. Amikor megoldásra kerül, ugye kérdés, hogy az élet megoldotta, fizetésemelést adtak, és biztosítva van a túlélésem, vagy érzelmileg zártam le a problémámat, és nyilvánvaló, hogy az érzelmi lezárás az, ami az tökéletes megoldás. Mi az, hogy érzelmileg lezárni? Mindig elmondom, hogy megértéssel, megbocsátással, elengedéssel, elfogadással és hálával. Ha ezeken a folyamatokon végigmegyünk, akkor tényleg érzelmileg zártuk le azt, amit egy negatív érzelem indított el, és akkor jön a megoldást követő fázis, vagyis a gyógyulásunk. Nosa, de éppen ezt nevezték ki betegségnek, mert ennek három szakasza van, és az exudatív fázisban jelentkezik a gyulladás minden szépségével, a rubor, tumor, kálor, dolor, funkció, léza, hát tudjuk már kórusban hallom, hogy mindenki mondja, hogy rubor, vagyis piros, ami gyulladt, az bepirosodik, ugye, duzzat, vagyis tumor, kálor, vagyis meleg, dolor, vagyis fáj, funkció lézán nem működik rendesen. Szóval gyulladásos tüneteink lesznek, mert folyadék áramlik, gyülemlik be a gyógyuló szövetekbe. És ettől duzzad meg. És minél több folyadékot gyűjtök be, annál jobban duzzad, annál jobban fáj. És itt jön be az, hogyha magányosságot teszek bele a folyamatba, akkor végtelen nagy fájdalmat fogok megkapni.
tapasztalni. De nem fog örökké fájni, nem lesz, nem ülünk a gyulladásban egyfolytában, mert jön az epileptoid krízis, aminek a lényege, hogy amint látjuk, megint kék szín, tehát hideg a kezem, hideg a lábam megint, mint a konfliktus aktív fázisban, de nagyon súlyos tüneteket élhetünk itt meg, s hogyha a legsúlyosabbat említsem, mondjuk leáll a szívünk örökre. Vagy tüdőembóliát kapok, vagy mélyvénás trombózist, vagy vesegörcsöt, epegörcsöt, és a többi, és a többi. Hát minden programnak, itt a táblázat mögöttem megvan, hogy hogyan zajlik le az epileptoid krízise, és ha valaki szeretne valamilyen betegséget letesztelni, szóljon, elmondom, mit kell tenni ahhoz, hogy megbetegedjen. A epileptoid krízis, amint látjuk, a gyógyulás kellős közepét jelenti, a legsúlyosabb tünetekkel is, általában ilyenkor hívjuk ki a mentőt, mert valaki elveszte az eszméletét, és lehet, hogy csak egy hatalmas elválasztási konfliktust oldott meg, kikapcsolt néhány pillanatra, vagy egy-két percre, utána magához tér, kicsit még zavarodott, és minden megy tovább. Mire kijön a mentő, már köszöni szépen, jól van. Néhány héttel ezelőtt is a szomszédban volt egy ilyen esemény, hát átfutottam, stabil oldalfekvés, nem volt semmi probléma, kapott levegőt, nem hányt, nem volt életveszélyes állapotban, jó volt a vérnyomása, mire kijött a mentő, már felébredt. Teljesen magánál volt. Tehát én már nem tudok kétségbe esni, ha egy ilyen helyzetet látok. Volt olyan, hogy valaki a tanfolyamon szédült le a székről, vagy éppenséggel ott volt epilepsziás krízis, semmi probléma. Gyógyulása kellős közepén van, tehát gratulálok. Amikor viszont az epileptoid krízisnek vége van, akkor jön a hegesedési fázis, megint kimelegszik kezem, lábam, nagyon jó már a hangulatom, jó az étvágyam, de iszonyúan fáradt vagyok, és ez az, ami kérem szépen a nagy problémát jelenti számunkra, és innentől képesek vagyunk visszajutni a konfliktus aktív fázisba, vagy újabb és újabb és újabb programokat elindítani, és ezeket fogják áttéteknek nevezni, mert hát ha már valakinek volt egy betegsége, akkor úgy gondolják, hogy az összes többi abból következik. Nem. Ahány megélésem van, annyi tünetem, vagyis annyi értelmes biológiai külön programom van. De kihagytam egy nagyon lényeges dolgot, amit most pótlok. Mégpedig azt mondtam, hogy lélek vagy szervtengely. Hát a konfliktus aktív fázisban is lélek vagy szervtengely, és a megoldás követő fázisban is lélek vagy szervtengely mentén történik minden. A konfliktus aktív fázisban, amint látjuk, ide most csak egy piros pöttyöt rakok a céltábla közepére, ezen a koponya CT-n, amint látjuk itt a koponyalappal, párhuzamosan készült metszet, ez itt ide kiborítva, hogy lássuk belülről. Tehát ott van egy piros pötty, és körbe-körbe látjuk a céltábla-szerű íveket, vagyis köröket, koncentrikus köröket, és ennek a magyarázatát kapjuk meg a negyedik könyvben, illetve a szombati könyvben mutatom, hogy miért alakul ez így ki. Hát, mert doktor tökéletesen ezt leírta, de az élettani alapjait sikerült ennek megfejteni. A megoldás követő fázisban az exudátum, vagyis a folyadék nem csak szervi szinten, hanem agyi szinten is megtörténik. És a két kék színű nyíl az a két relére mutat, ahol a folyadék gyülem megtörtént, de már itt vagyunk az epileptoid krízis leszálló ágában, aminek a lényege, hogy az agyból, a reléből a folyadék éppen kipréselődik, tehát szűnőben van a fejfájáson, ami addig azért volt, mert agynyomás fokozódást okozott egy relének a vizesedése. Hát akinek van vagy 8 reléje az agyban, és az mind egyszerre kezd vizesedni, ott nagyon komoly probléma adódik. Tehát oda kell figyelni arra, hogy mit, milyen sorrendben és hogyan oldunk föl. Remélem, hogy ebből a kétfázisúságból megértettük, hogy bármikor is van tünetem, meg tudom fejteni azt, hogy éppen hol tartok. Még azt is ki tudom számítani, hogy ha semmi pluszt nem csinálok, csak megnyugszom, hogy mikorra fogok meggyógyulni,
De nyilván, ha tudok néhány megoldási kulcsot, akkor ezt a gyógyulási folyamatot, ezt logaritmikusan, hihetetlenül föl tudom gyorsítani. A kérdés az, hogy kit érdekel ez. Na és akkor miért lesznek krónikus betegségeink? Nagyon egyszerű. Mert meg se oldom a konfliktust, amit látjuk itt az első ábrán, nem jutottunk el a megoldáshoz. Mert még mindig makacsul ragaszkodom ahhoz, hogy. És akkor már itt értjük a különbséget, hogy mi a helyzet. Tehát a cukorbeteg nem fogja tudni megmondani, mikor volt az első ellenszegülési konfliktusa, lehet 3 éves korában. De ez a természete, hogy ő mindenre ellenszegül. És ebből lesz az, hogy cukorbeteg marad. A függőgyógyulás, azt kérem szépen, az a fajta lefolyás, ami a legtökéletesebben teszi tönkre a szerveinket és az agyi központot is. A CT-képek elemzésével is foglalkozok a 4. könyvben, illetve az előadáson, akit érdekel, az majd megkeres. A CT-kép nyilvánvalóan, hogy a függő gyógyulásban másképpen néz ki, mint amikor csak két fázisban lezajlik valami. És az a veszély itten, hogyha elkezdtem bontani szöveteket, akkor amint itt látjuk, 1, 2, 3, 4-szer többet építek vissza, mint kéne. Ha szaporítottam szöveteket, akkor 1, 2, 3, 4, 4-szer többet bontok le, mint amennyit le kellene bontani, hogy helyreálljon az egyensúly. És ez a folyamat azért az agyi reléket is rendesen megdolgozza. A policiklikus lefolyás az, amire nem talál az ember magyarázatot, hogy miért van az, hogy neki minden ősszel fáj a gyomra. Hát azért, mert elfelejtette lezárni érzelmileg azt a konfliktusát, ami egy megemészthetetlen bosszúság volt. Ez ősszel volt, és azóta minden őszt legszívesebben kitörölne a naptárból, mert minden ősszel újra és újra elkezd fájni a gyomra. De mi lenne, ha végre lezárná békével az egész múltját? Megértéssel, megbocsátással, elengedéssel, elfogadással, hálával. Kérem szépen, soha többet nem fáj a gyomra. Illetve, ha feltárja, hogy milyen problémái voltak, és azokat mind gyönyörűen lezárja, akkor hát unalmasan és egészségesen fogja élni az életét. A harmadik törvénye szinte egy időben fedezi fel Hammer doktor a 4. természettörvényt, amire nagyon részletesen kitérek a 4. könyvben, és olyan tudósoknak a bizonyítékait hozom még be, ami mind Hammer doktor mellett szól, hogy hihetetlen lesz mindaz, amit ott hallani fogunk. Tehát rámutat a 4. természettörvény, hogy kik a mi segítőink, kérem szépen. A gombák és a gombabaktériumok, vagyis a TBC baktériumok, a gombabaktériumok, ők lesznek azok, akik az agytörzs és az kisagyi programoknál segítenek lebontani a felesleges sejteket. A vírusok és a baktériumok lesznek azok, akik segítenek az agyvelő és agykéreg által irányított programokban visszaépíteni a hiányzó sejteket. A működésváltozásnak a megoldásánál nincs szükség segítőkre, tehát mikroorganizmusokra, mert az agyi parancsra történik, és agyi parancsra is oldódik fel. Na most aztán, hogy erről megy, ez egy külön előadás anyaga, de ha valaki megnézi mondjuk a lánykort és a 4. természettörvényt, akkor megérti, hogy mi mindenről lehet itt még beszélni. A konfliktus típusokat leírásban megtaláljuk a weblapnak a Germán Gyógytudomány menüpontjába. Itt csak nagyon röviden szeretném rögzíteni azokat a konfliktus típusokat, amelyekről nyilván a továbbiakban szó lesz. Ugye az agytörzs, itt van az agytörzs, aláhúzom, így mi. Tehát az agytörzs az, ami a falat konfliktusokkal foglalkozik. Mi szükséges az én saját túlélésemhez? Mire van szükségem, hogy életben maradjak?
levegőre, vízre, táplálékra, fényre és hangra. Ennyi. Tehát ezek falatok, amit meg kell kapjak, és ezért nevezte Hammer doktor falat konfliktusnak. Tehát nem csak a táplálék falat, mint falat konfliktus, hanem a víz, a levegő, a hang és a fény is falat konfliktus. Csak a nagyokos agyam nem tud különbséget tenni a valóság, az álom és az illúzió között. Illúzió világban élünk, sőt abban tartanak, mert a televízió küldi az illúziót, és innentől kezdve az agyam ebben a pillanatban is arra fog reagálni, amit éppen közvetítenek, vagy amivel éppen én, amiben éppen benne vagyok, vagyis amire én éppen figyelek. Nagyon lényeges dolog a figyelem, ez egy hatalmas energia, és hát az emberek manipulálásával sok mindent meg tudnak oldani az emberek figyelmi energiáival. A falat konfliktus tehát nem csak a betevő falatról szól, hanem minden, amit meg akarok kapni azért, hogy vissza-vissza lapozok, hogy életben maradjak. Mert lehet, hogy csak a kényelmemről van szó, ugye? De nyilvánvaló, hogy a kényelem azért kell, hogy az életem még biztonságosabb legyen. A legsúlyosabb dolog itt a magány és egzisztenciális konfliktus. Erről van már vagy 4-5 előadás, tessenek megnézni. És azért lényeges ez, mert a víz visszatartásával viszont minden létező programot súlyosbítunk. Ezért fontos ezt nagyon tudni, és ezért foglalkozok annyit ezzel a témával, mert ha ezt a programot valaki elindítja egy gyógyulás során, rengeteg vizet begyűjt a szervezetébe, és ebbe fog frekvenciát váltani. A kisagy által irányított programok és az agyvelő által irányított programok a narancssárga oszlopban találhatók, fent a kisagy, alul pedig az agyvelő által irányított programok, tehát ez a középső csirelemez. A kisagy a vélt vagy valós támadásokkal, bemocskoltságokkal foglalkozik, illetve a gondozási konfliktussal, ami annyit jelent, hogy túlzásba vitt aggódás. De ennek a fordítottja is igaz, amikor nem aggódok, hanem állandóan vitázok, veszekszek, fészek vita konfliktusnak nevezte ezt Hammer doktor. Ez mind a kettő, tehát az aggódás és a fészek vita a mellnek a tejtermelő mirigyeire hat, és gyönyörű meldaganatot tudunk ebből csinálni. A támadási konfliktusok az irhát, illetve annak a burkait érintik, tehát hasártya, mellhártya, szívburok, és ezeknek a szaporulata indul el konfliktus aktív fázisba, megoldásba lebontjuk a felesleges sejteket, nyilvánvaló betegségnek nevezett tünetekkel. Az agykéreg által irányított programokat itt látjuk a piros oszlopban, és alól pedig, ebben a kockában, amit itt most berajzolok, a működés változásról szóló programokat fogjuk megtalálni. Tehát elválasztási birtokkonfliktusok, birtokzónán kívüli konfliktusok, működésváltozások, stb. Mi az alapvető kérdés? Itt van. Miért élünk meg konfliktusokat? Hogyan tegyük feleslegessé? Mert amikor nem találom a konfliktusomat, nem tudom, nem emlékszem a DHS-re sem, akkor a megoldás az, hogy feleslegessé tesszük magát a konfliktust. Hammer doktor téziseit 98-ban már elismerték. Igazolták. Itt van a Nagyszombati Egyetemnek a pecsétje, és itt vannak, akik aláírták, a professzorok és egyebek, de mégsem ezt tanítják az egyetemen. Vajon miért? Nyilvánvaló, ha tudjuk, hogy ki az, aki a medicinát irányítja, akkor tudjuk, hogy miért nincs változás. Mert a gyógyszeriparnak nem az a célja, hogy valaki gyógyszer nélkül meggyógyuljon, hanem az a célja, hogy gyógyszereket szedjen egy életen át, és vannak olyan kijelentések,
hogy ezt a gyógyszert egy életen át kell szedni. Nincs ilyen. Tehát elképesztő ritka esetben történik meg olyan, hogy valamit egy életen át szedni kell, de most már egyre több gyógyszerre mondják ezt, és az embereket próbálják függővé tenni a gyógyszerszedéstől. Nos, akkor a legnyilvánvalóbb szervi elváltozás a makacságnak a térdízületet ért elváltozás. Erről van egy külön webkonferencia, nem megyek a részletekbe, csak szeretném tisztázni, hogy a térdünket nem csak a rugalmatlanság, vagyis a makacság, hanem a sportban megélt önleértékelés is érinti. Ez a két dolog lesz az, ami ide tartozik. És a konfliktus aktív fázisban sorvasztom az érintett szöveteket, ami a térdem felépítésében vesz részt, és hogyha nyilván, ha folyamatos a konfliktus, akkor a porszövet teljes elsorvadása, elvesztése kerül sorra. Megoldási fázisban, amikor jön a gyulladás, ugye akkor fájdalom van és visszaépítés, epileptoid krízisben eltűnik a gyulladás, tehát eltűnik a fájdalom, hoppá, egy epileptoid krízis, ahol nincs fájdalom, és a hegesedésben ismét visszajön a fájdalom, és megerősödnek a szövetek, kérem szépen. Ez a biológiai értelem, hogy megoldás végére erősebb szöveteket építsek, mint amit lebontottam. Na de itt jön az, ha a vesegyűjtő csatorna szindrómát beteszem, akkor hatalmas térdízületi folyadékgyűlem fog kialakulni. Kinek jó ez? Ha meg se oldom, tehát akkor lebontom a porcot, ugye nem fáj, de laza lesz a térd, ízület kattogni fog, elfogy a porc rajta, stb. Hogyha függő gyógyulás van, akkor állandósul a fájdalom, mert én most éppen függő gyógyulásban ezt a szakaszt élvezem. Policiklikus lefolyásban visszatérő fájdalmak jönnek, de mindig ugye többet építek vissza, mint amit lebontottam, és mi lesz a lényeg? Elalaktalanodik, deformálódik az ízület, és térdízületi artrózisról fog diagnózist felállítani az orvos. Na most a makacság hatása a biológiai konfliktusokra, és most a teljesség igénye nélkül fogom ezeket taglalni, csupán az, hogy a függő konfliktus aktivitást fogjuk ezáltal fenntartani. Mert én kitartóan ragaszkodom az elképzelésemhez, a véleményemhez, és ebből adódóan a konfliktusnak a megélése nyilvánvaló, hogy sokkal intenzívebb lesz. Ebből következik, hogyha végre eljutok a megoldáshoz, akkor a válasz is fokozottabb lesz, tehát nagyobb fájdalommal fogok gyógyulni, fokozottabban fogok szenvedni. Ez a nagy kérdés, kérem szépen. Megéri? Megéri. Szóval a makacság viszont mint viselkedési minta, mint szokás is a tulajdonságunk lehet. Hiszen ezt láttuk az őseinktől, és ez az a példa, amit a gyerek lemásol és követ, és észre sem veszi, hogy gyakorlatilag ennek a viselkedésnek az áldozata. Mi van akkor, ha falat konfliktusokban alkalmazzuk a makacságot? Makacsul ragaszkodom ahhoz, hogy hagyjatok békét. Miért? Mert egyedül akarok maradni. Ne szóljatok hozzám, hagyjatok békén, kész. És elhúzódok a sarokba, és szenvedek szépen, csendesen, magányosan, és begyűjtöm a vizet a szervezetbe. Tessék! Úgyhogy, ha valaki gyerekkorában azt élte meg, hogy a nyugalmát csak akkor találta meg, ha elvonult mindenkitől, akkor ezzel még nincsen semmi baj, amíg arról beszélek, hogy ott megnyugodott. De amikor félrevonul, és nem megnyugszik, hanem benne marad a konfliktusban, na ez már nem ugyanaz. Ez már messze menően nem ugyanaz, és begyűjti a vizet a szervezetébe.
Tudok ragaszkodni ahhoz, hogy visszakapjam a falatot, és gyönyörű nyelőcső programot indítok el. Ugye erről nyelőcsőről szóló webkonferencia anyagban beszélek részletesen. Volt páciens nálam, akinek már csak a folyadék ment le a nyelőcsővén, a sűrűje az visszajött a levesnek, és megoldotta a konfliktusát, le is bontotta a felesleges sejtjeit, csak hogy utána egy tanfolyamra már nem jött el, nagy boldogan, érte egy nagy szerelmi csalódás, és hát szépen frekvenciát váltott saját kezűleg. Kitartóan tudunk ragaszkodni ahhoz, hogy de nekem az örökségből kevesebb jutott, mint a testvéremnek. Mert ezek az emberek, akik kitartóan tudnak pereskedni 10 éven keresztül, vajon azokban nincs egy icipici makacság? És ha nekem kevesebb jutott, akkor nyilvánvaló, hogy elindítom függő gyógyulásban a vékony vér programot, és sokkal többet bontok le, mint amennyit egyszer felszaporítottam, és megcsinálom belőle az ileitis terminalis, vagy krónbetegséget, vagy éppenséggel a vastagbél fekélyes gyulladását. Ha már azt is hozzáteszem másodlagosan, hogy már nagyon szarul érzem magam ettől az egésztől. Tudok én nagyon, de nagyon ragaszkodni a megszerzett falathoz, és ez a harc a falatért elvezet a hasnyálmirigy programhoz. Szóval azok az emberek, akik, hát hogy mondjam, nagyon nehéz munka, tanulás, kínlódás után jutottak el egy bizonyos életszínvonalra. Mondjam azt, hogy többre vitték, mint a szülei. Oké. Okay. Ez nagyon szép és nagyon jó. Ugyanebben a csoportba tartozok. Csak éppenséggel. Engem nem tud megkötni semmilyen anyagi szintű idézőjeles kincs. Nem harcolok a falatért. Van levegő? Van víz? Van kaja? Akkor könyörgök. Miért kell a végtelenségig harcolni, küzdeni valaminek a megszerzéséért, megtartásáért? Mert ez a harc, ez egy csomó bosszankodással is jár, és akkor már nem csak a hasnyálmirigy, hanem az epe is érintett lesz, nyilvánvaló. És hát nagyon szomorú történeteket láttam a hasnyálmirigy programot tesztelt embereknél. Ezek többsége frekvenciát váltott. Bármivel is próbálna a környezeten felvidítani, én ragaszkodom ahhoz, minden úgy szar, ahogy van. Bocsánat, ezt itt belül így gondoljuk, azért mondtam így ki. Tehát ha valakinek az a szokása, hogy bármi történik, ami nem úgy történt, ahogy ő elképzelte volna, és észre se veszi, hogy nem is engedi, hogy onnan kimozdítsák. Na, itt van a probléma. Mert mindenkinek lehetnek, mondjam azt, hogy hullámvölgyei az életben. De vannak jó barátok, vannak családtagok, akik esetleg segítenének. Gyere, menjünk el kirándulni, hívják a barátok, hagyjatok, nem megyek sehova. Hát, ez kérem szépen mi, ha nem az, hogy ragaszkodom ahhoz, hogy én mostan szenvedni akarok. Apropó, holnap este Réka pontosan arról fog beszélni, ugye eddig, hogy miért ragaszkodunk a szenvedéshez, és hogy ezt most hogyan fogjuk megoldani. Tehát a holnap esti webkonferenciát is javaslom mindenkinek. És aztán a síma izom, a mély síma izomzata is a sárga mezőbe, vagyis endodermához tartozik, és ha én kitartóan küzdök azért, hogy legyen gyermekem, akkor ne csodálkozzak azon, hogy van egy miómás csomó a mély izomzatban. Ez csak azért keletkezett, hogy még jobban, még biztonságosabban, még könnyebben ki tudjam hordani azt a várandóságot, amit remélem, hogy nem terhességnek fogunk megélni. Kérdés, hogy mennyi félelmet gyűjtünk be a 9 hónap alatt. Tehát aki
kitartóan küzd azért, hogy legyen. És ezek mennek a Káli intézetbe, és akkor ott van a mióma a mély izomzatnak a falába, és aztán nyilván az orvos kitalálja, hogy azért nem jött össze a gyerek, mert miomás a méhe, tehát ki kell venni. Szóval döbbenet. Néhány dolgot hoztam be, nyilvánvaló, itt most a egy webkonferenciában az egész táblázatot nem tudom összefoglalni, de a leggyakoribb dolgokra próbáltam koncentrálni. Vélt vagy valós támadások, vagyis kisagy által vezérelt programok. Hát sok embernek az a életfilozófiája, hogy legjobb védekezés a támadás. És ha figyelek, akkor rájövök arra, hogy erre a rugóra jár az agya. Az agya, mert az agya diktálja neki folyamatosan az, hogy állandóan arra figyeljen, hogy honnan jön a támadás. Fizikai szintű, verbálisan, mit mondanak róla, a háta mögött. Tehát mindig ez a legfontosabb, hogy honnan jön a támadás. Ezt erre védekezik, és mit csinál a védekezéssel? Itt láthatjuk gyönyörűen. Hatalmas írha szaporulatot látunk a két képen. Szóval ez a helyzet, hogy amikor folyamatosan a védekezésről szól a történetem, akkor ilyen extrém írhaszaporulatot is meg tudunk csinálni, mint amit ez a férfi csinált, ezt én fotóztam le, úgyhogy csak az én előadásaimban láthatók ezek a képek, senkinek ezt a képet el nem adtam, csak szólok, ha valahol föllelik, akkor az már azt jelenti, hogy ellopták. Láthatjuk a melanómás csomót is ennek az írhaszaporulatnak az alján, mert ráadásul ettől az egész történettől nagyon szégyelte magát. Ez a bemocskoltságnak az érzése. A szégyen érzése, hogy megfenyegették, hogyha találkoznak vele az utcán, akkor szétrúgják a fenekét. Tehát ez, lám, egyszerre két dolgot is elindítottam, mind a kettő ugyanaz a csíra lemez, csak az egyik bemocskoltság, a másik megtámadás. Na most a kérdésem csak az, hogy ha a túlélési stratégiámon nem változtatok, akkor mi marad? A harc, a harc, a harc. És írha és burkoknak egy erbetű elmaradt, írha és burkok szaporulata. Szóval jó lenne elgondolkodni azon, hogy mi az egyszerűbb. Az elfogadáshoz kell több energia, vagy a harchoz. Hát a napjaink történelme ezt pontosan, de pontosan igazolja, még a politikában is. Gondozási konfliktus, vagyis túlzásba viszem az aggódást. Mert én úgy gondolom anyaként, hogy az én felelősségem, hogy mi lesz a kicsi gyerekemmel, aki mellesleg 42 éves. És még mindig Ferikének szólítjuk. Szóval, drága hölgyeim, a felelősségünk addig terjed, amíg a gyerek meg nem kapja az első fizetését. Nem a szülők feladata házat építeni, autót venni, és nem tudom még mit csinálni a gyerekeknek. Mert ha nekem nem volt, legalább neki legyen. Nekem azért van, mert megküzdöttem érte. Kitartóan dolgoztam. És amit ő ingyen kap, az ingyen el is megy. Erre saját tapasztalatom. Ami ingyen jött, az el is ment. Antam majd, amit te veszel meg, arra jobban fogsz vigyázni. És itt befejeztem. Hát én javaslom, hogy közöljük a drága csemetéinkkel, hogy a szülői felelősség és kötelesség addig terjed, míg a gyerek meg nem áll a lábán. Nyilvánvaló, ha papa bank meg mama hotel van, akkor hülye lesz elmenni otthon. Már bocsánat, de ez így jön ki. Mert van az a kellemetlen otthon, egy gyerek számára,
amit még mindig érdemes elviselni, mert azért van zseppénz, van kaja, meg van a tiszta ruha. Példának csak annyit tudnék mondani mindenkinek, vigye ki a gyerekét a gólyafészekhez, és nézzék már meg. Nem maradt ott véletlenül a kis gólya? Ugye, hogy nem? Miért? Mert kirúgják a szülők a fészekből a gólyát. Meg kell tanuljon repülni. És ráadásul, ha egy kicsit magasabb szinten is elemzem a dolgot, hát az aggódással a legnagyobb rosszat tudjuk tenni, nem csak önmagunknak, a másik embernek is. Negatív érzéseket sugárzunk feléje. Hát ez hogyan foghatna a gyerekre? Nem azhatna rá jobban, ha azt érezni, hogy én bízok benne? Tessenek elgondolkodni rajta, megéri-e ezért meldaganatot növeszteni. Na de itt most már az aggódás, bocsánat, az aggódás az nem olyan egyszerű, hogy csak aggódunk, mert hát nyilvánvaló, hogy akkor túlhajszoljuk magunkat, és akkor a kicsi szívünket fogjuk tönkretenni. Itt van a szívnek a két reléje, bekarikázom, és akkor csodálkozunk rajta, hogy a nagymamának már szívelégtelensége van, vagy éppen pitvarfibrillációja, vagy ritmus, vezetési zavara, és a többi, és a többi. Tessenek megnézni az erről szóló webkonferenciát. Megélhetem azt, hogy a gyerekem elment külföldre dolgozni, és hogy én elvesztettem a gyermekem, kitűnő, indul a petefészek, vagy heredadat. És aztán a aggódás, vagyis a gyerek kiszolgálása azért még azzal is szokott járni, hogy akkor már elvárásom is van. Ha én ennyit tettem, érted, akkor azt elvárthatnám, hogy, vagy az ismert mondat, amíg az én kenyeremet eszed, pont, 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 és akkor jönnek a bosszankodások, és hát akkor ez a gyönyörű relé itt, a férfias birtokzónában, ez igencsak aktív lesz, és megcsináljuk a megfelelő programokat. Tessék meg megnézni a bosszankodás és rágódás 12 biológiai következményét. Mert bosszankodok, mert a kölyök nem hallgat rám. És aztán ott van a birtokféltés, és akkor ez a két relé lesz érintve, itt fent. Birtokféltés, mert féltem. Nem elég, hogy aggódom érte, de még féltem is. Szóval ezt azért tettem itt be egy csokorba, azzal együtt, hogy ugye gondozási konfliktusról beszéltem, mert a gondozási konfliktusból következik ez az összes többi. Lehet, hogy csak makacsul tudok aggódni, de ennek lesznek felhangjai, és erre már oda se figyelek. És akkor itt hány programról beszéltem? 1, 2, 3, 4, 5. És ha megoldjuk a hölgynek a meldaganatát, de még mindig ott van a szíve, ott van az epéje, ott van a petefészke, szóval értjük, hogy nem kellene ennyire belebonyolódni a faj fenntartásba. Mert itt csupán csak a faj fenntartási ösztönnek a turbófokozatra való kapcsolásáról van szó. Semmi másról. Jó lenne erről nagyon sürgősen leszokni. Aztán hát nyilván makacsság hatása az önleértékelésre. Hát ezek gyönyörű példák. Hallottam egy embertől ezt, és én köpni nyelni nem tudtam. Az az életszemlélet, hogy szenvedni erény, örülni bűn. Mea culpa, mea maxima culpa. Kérem szépen, hát, ha valakinek ez az életszemlélete, akkor éljen állandó félelemben, nyomorúságban, önleértékelésben, stb. Én Osótól azt tanultam, ha boldog vagy, igazad van. Ha nem vagy boldog, nincs igazad. Engem ez a mondat térített meg, vagy ha úgy tetszik, hülyített meg ennyire, de amikor a boldogság fogalmával foglalkozunk, akkor kiderül, hogy nem attól leszünk boldogok, hogy mennyire élek biztonságban, vagy mennyi anyagi, mit tudom én, birtokom vagy tulajdonom van,
Nem, kérem szépen, a boldogság az egy másfajta fogalom. Az a belső békének a megélése. Szóval vannak emberek, akik a pokoli szerepből a bűnbak szerepet játszák egyfolytában, de a hibás az mindig ő maga. Mindenért magát hibáztatja. Már megint nem tudom úgy csinálni, mint a másik, nem, ügyetlen vagyok, lyukasmarkú vagyok. Hadd ne mondjam, hogy önmagunkra milyen durva megfogalmazásokat szoktunk kimondani ott legbelül. És akkor a klasszikus tünete, a klasszikus mondatom az, hogy kitartóan, makacsul ragaszkodom az igazságomhoz. És akkor már nagyszerű, mert nem csak a érdem fog fájni, hanem a nyakam is. Hát nem? Na most, ha valami igazságtalanság ér valakit, akkor tegye már fel azt a kérdést, hogy megéri az nekem, hogy tönkre tegyem a nyakamat? Mert mostan, mit tudom én, elbántak velem. Vagy nem adtak nekem igazat. Ezért megéri, hogy tönkre tegyem a nyakamat? Szerintem nem. De hát mindenki döntse el maga. Ugye ki tudok tartani amellett, hogy én képtelen vagyok megoldani az életemet egyedül. Mindig kell egy megmentő nekem, mert én áldozat vagyok. Nem tudok élni nélküled. És akkor elindítom egyszer kicsi vékony kis vénácskákkal, ugye? Aztán egyre vastagabb vénák, aztán mély véna, aztán lábszárfekély, mert folyamatosan ez az én életfilozófiám. És az a helyzet, hogy kitartok. Nem is akarok változtatni. Na itt vannak azok az emberek, akiken nem lehet segíteni. Mert az áldozat szerepe az egy fantasztikusan kényelmes dolog, kérem szépen. Hát mindig van egy megmentő minden problémám megoldására. Ez a nagybetűs beteg a családban, és van, aki elmegy bevásárolni, van, aki eljön takarítani, van, aki elmegy a gyógyszertárba, elhozza a gyógyszereimet, és amikor felajánlottam neki, hogy akkor rendeztem Budapesten egy klinikán helyett, hogy a lábszárfekélyét végre fizikai tényezők hatására, de valamilyen szinten helyrehozzák, akkor ő kijelentette, hogy ő nem megy. Ezután én sem mentem hozzá többet. Szóval csak mondtam egy saját példát, és ez éppen megegyezik valakinek az élethelyzetével, az nyilván, hogy csak a véletlen műve lehet. Na mostan megint tudunk összeadni, mert hogyha az önleértékeléshez odaadom plusz az elhagyatottság, kérem szépen, ez a recept a köszvényre. Ha valaki le akarja tesztelni, hogy tényleg köszvényes lesz a lábam, ha azt élem meg, hogy képtelen vagyok kilépni, tovább menni ebből az állapotból, amiben vagyok, és ezt beteszem, hogy és itt hagytak engem magamra. Szóval ez a köszvénynek a receptje. Nyilvánvaló, hogy itt az elhagyatottság érzése megint az, ami az alapmotívum. És mert engem soha senki nem ért meg, ebben nincs egy kicsike önleértékelés. Ha? Ugye, hogy benne van a magányosság is, meg az önleértékelés is. Szóval azért vetem föl ezeket a kérdéseket, hogy gondolkodjunk el, hogy mikor vagyunk hajlandók megváltoztatni az eddigi hozzáállásokat. Ugye tudjuk, hogy a agyvelőben egészen a koponyától, itt van a koponyának a hámeri gócsa, egészen a kislábujjamig, az egész testemnek ott van a térképe, tehát pontosan lehet tudni, hogy miről szól a történet, de Hámer doktor is felhívja a figyelmet, hogy a koponya CT az egy nagyon szép dolog, de a betegnek a jelenléte és a kikérdezését
kikérdezését nem pótolja. Tehát a semmilyen leletet nem vagyok hajlandó kiértékelni, átküldenek nekem egy csomó leletet, visszaküldöm. Nem. A beteg nélkül én leletet nem értékelek ki. És különben is mi értelme van a nagy kiértékelésnek, ha ezt nem követi megoldás. Utána tudományosan szenvedünk tovább. Szóval először is a leletek megértéséhez alapvetően ismerni kéne az öt természettörvényt, meg hát mondjuk az útmutató az egészséges című könyvből itt van, legalább a testünk önleértékelési térképét jó lenne elolvasni, vagy ingyen a weblapon ezt mind meg lehet nézni. És akkor utána el lehet gondolkodni azon, hogy miért van nekem újra meg újra visszatérő ízületi problémám? Ugyanaz az ízületem újra meg újra begyullad? De miért? Hát mert az életszemléletem, mert kéne változtatni, amihez eddig makacsul ragaszkodtam. Tehát nyilvánvaló, hogy itt ízületenként más és más konfliktusról fogunk beszélni. Az elválasztási konfliktus, hát kérem szépen, ez nagyon súlyos játék. Nagyon súlyos játék, mert amint itt látjuk, a piros színnel jelzett agykérgi területen, a felszínen, ott, ahol pirossal van besatírozva, az oda érkezik a bőrünkről az összes megtapasztalt érzés. De akinek az az életfilozófiája, hogy mindenki legyen közel hozzám, akit én idézőjelben szeretek, mert biztosítja a túlélésemet, és mindenki legyen jó messze tőlem, akiket én utálok, mert ezek veszélyesek az életemre, szóval, és nehogy azt higgyük, hogy ez ritkaság. Nagyon, de nagyon gyakori életfilozófia ez, túlélő program, és ez a szemlélet fog elvezetni a szellemi elbutuláshoz. Mert ugye az absence, az jön a konfliktus aktív fázisban is, és az milyen hosszú volt? És amikor megoldom, akkor az epileptoid krízisben pak, lehet, hogy eszméletvesztés lesz belőle. Ja, és hány emberrel kapcsolatban élem én ezt meg? És melyik hol van? Hány van konfliktus aktív fázisban? Elég 3-4 ilyen konfliktus aktív fázisban már kitesz egy akkora absence, emlékezett kiesést, mint egy megoldásából egy epileptoid krízis. És ez az egész életem ezzel telik el, hogy próbálom magam körülvenni olyan emberekkel, akik a biztonságomat szavatolják. Na, hát lehet ilyet is csinálni, csak ennek a szellemi elbutulás lesz a következménye. Főleg akkor, ha a dolog kétoldali, ugye anya-gyerek partner oldal. A bőrtüneteknek az erőssége pedig ugye a konfliktus erősségével arányos. Ezt láthatjuk a bőrről szóló előadásból, vagy épp az elválasztási konfliktusokról szóló előadásból. Mert hogyha valaki 29 éven át konfliktus aktív fázisban van, mint ahogy az Léda volt, akkor lesz belőle egy gyönyörű Pemphigus, hatalmas bólyagosodással, sebekkel, stb. Na mostan ugye elválasztási konfliktus és elválasztási konfliktus közt, tehát különbség van. A konfliktusnak a súlya, ereje és az időtartama, az meghatározza, hogy a bőrömön milyen súlyosak lesznek a tünetek. De van az a brutális elválasztási konfliktus, ami nem áll meg a bőr szintjén, hanem lehatol egészen a csont hártyáig. És ezt azonnal érzem, mert ezer tüzes hangya mászik mélyen a csontomon, és közben hideg a lábam. Na szóval, ha ilyen van, akkor tudunk róla, hogy ez már nem ide csapódott a piros, hanem a posztszenzoros mezőbe, ami itt lila színnel van, mert a csonthártya, minden csontnak a csonthártyája, ebből a részből lesz
beidegezve, vagyis az onnan a érkező információk ide érkeznek. Az onnan érkező impulzusok ide érkeznek. Na most ehhez még fűszerezek egy kis önleértékelést, és már megteremtettem magamnak a krónikus fájdalomszindrómát. Úgyhogy vannak emberek, akik jajgatnak és marékszem szedik a fájdalomcsillapítót, csak éppenséggel tisztázni kéne magát a fájdalom típusát is. Mert a legegyszerűbb bedobni egy nagy szemetes zsákba, és azt mondani, hogy ez neuropátiás fájdalom. Ha valakit érdekel, a neuropátiáról is kap előadást a weblapon. És akkor megérti, hogy fájdalom és fájdalom között hatalmas különbség van. A fájdalom jellegéből tudjuk már, hogy mihez kötött ez az egész történet. Nos, ha magasságot a birtok konfliktusoknál is megnézzük, hát akkor itt már nagyon életveszélyes játékokról van szó. Mert ugye a birtok zóna, tehát most az agykéregnek látjuk a metszetét, a keresztmetszetét, és a körbe rajzolt terület innentől idáig, illetve innentől idáig az a fali lebeny, ami oldalt van, az itt lévő központok a birtok zónához tartoznak, a homlok, amit felülről, ugye a jövőből érkező félelem, az a homloklebenybe, a múltból érkező félelem az a nyakszirti lebenybe fog becsapódni. Jobb és bal oldalt a fali lebenyben a birtok zónáról van szó, de hát a birtok konfliktusokról is külön előadás van, és az egy nagyon komoly összefoglaló. Most csak a felszínét simogatjuk ennek az egésznek, nyilván akinek van némi alaptudása, az rögtön érti, hogy miről van szó. A Gége program az érinti a Gége nyálkahártyát és a Gége izmokat nőies birtokzónában. Igen, a rémület félelem, a megijedés, az egy női tulajdonság. A hölgyek nagyon könnyen és nagyon meg tudnak ijedni. Én a tüsszentek a vezetés közben, akkor jelzek Rékának, mert már akkor nem tudok beszélni, mikor jön, de jelzem a kezemmel, hogy ne ijedj meg, mert tüsszenteni fogok. Mert azt mondja, hogy egyszer majd leáll a szíve, ha akkorát tüsszentek. Szóval ez ilyen. De, és most jön a de. Amíg az a programom, hogy jobb félni, mint megijedni, könyörgök. Ez a legsúlyosabb program, amit futtathatunk az életünkben, és mi lesz az eredmény? Egyre inkább meg fogunk ijedni, és egyre több félelmet fogunk begyűjteni. És erre mind elindítok egy külön programot. Tehát a fel nem oldott rémület. Mindentől megrémülök, még attól is, amitől nem kéne. Akkor elindítom a Gége programot. És akkor lesz belőle, hát legjobb esetben egy rekedség, igen, aztán lehet rajta Gége hangszálakon, lehet hangszálpolip, lehet énekes hangszál, nézzük meg a Garat és Gégéről szóló előadást, és megértjük, hogy Gége rákig el lehet jutni. De képes vagyok arra, hogy kitartóan féltem azt és azokat, akikhez birtok viszony köt. És akkor mi lesz a következmény? A túloldali relé, a hörgő izom és nyálkahártya relé lesz érintett, és hát ugye megoldásban jön a tüdőgyulladás, függőgyógyulásban a köhögés, és hogyha ezt a kettőt együtt élem meg, egy kis rémület, meg egy kis birtokféltés, akkor már meg is van az asztmás krízis, amikor a levegő már befelé sem megy, meg kifelé sem megy, akkor a 112-t tesse meg sürgősen hívni, mert az ilyen ember életveszélyben van. És akkor itt lehet beszélni nyugodtan még a tüdőről szóló webkonferenciáról, vagyis a
minden, ami a légzéshez kapcsolódik, és akkor még egyéb finomságokat is föl fogunk ebben fedezni. De mi a probléma, hogy kitartóan féltem azt és azokat? Mert én úgy gondolom, hogy ő, ez az én gyermekem, ez az én feleségem, persze, hogy ne. Hát szóval, és miért kell én birtokokkal körülvegyem magam, mert ez biztosítja a túlélésemet. Mindig a túlélésről és a fajfenntartásról van szó. Szóval az, aki birtokviszonyt él meg, az nem szeretetet él meg. És a birtokviszonyban mindig benne van, hogy szeretlek, ha szeretlek, mert az én gyermekem vagy. Hát ezért nem kell szeretni, azért kéne szeretni, hogy el tudom fogadni őt olyannak, amilyen. Még akkor is, ha nem azt teszi, amit éppen a szülő rá akar erőltetni. De van olyan, hogy kitartóan ragaszkodom a gyermekkori zaklatásokhoz. És akkor a szexuális relé lesz érintett, vagy a csalódásokhoz, nagy szerelmi csalódáshoz tudunk ragaszkodni. És ugye fehér ember nem felejt, ez ismert közmondás, és ha nem vagyok hajlandó lezárni a múltamat, akkor, mert én ragaszkodok ahhoz, hogy én egy szerencsétlen ember vagyok. Én azóta fogytam így le, amióta 15 évvel ezelőtt elhagyott a férjem. Kérem szépen, egy párkapcsolat az nem az önértékelés helyreállításáról szól. Egy párkapcsolatban két rendezett embernek a kapcsolatáról kéne szóljon, ahol mind a kettő megélheti önmagát olyannak, amilyen, és ebben a feltétel nélküli elfogadásban boldogan el vannak. Mert kérdem én itt mind az 500 embert, aki bent van a teremben. Nem arra vágyik mindenki, hogy elfogadják olyannak, amilyen? Hogy ne kelljen állarcokat viselni? Hogy ne kelljen megfelelési kényszerben élni? Hogy ne csak akkor látogassanak meg engem a gyerekek, ha éppen pénzre van szükségük? Szóval vegyük már észre a feltételhez kötött, meg a feltétel nélküli elfogadás közti különbséget. És akkor rájövünk arra, hogy egy igazi, boldog kapcsolat csak akkor fog kialakulni, ha abban benne van a feltétel nélküli elfogadás. További részletek a képzésen. Szóval nézzük meg akkor még azt is, hogy mi van akkor, ha nem tudom feldolgozni azt, hogy elhagytak, vagy hogy kirúgtak a munkahelyemről, férfi esetén, ugye, akkor érintett lesz a másik relé a túloldalon, és hát ennek ez a legsúlyosabb játék, mert ez 9 hónap alatt illik rendbe tenni. Ha nem tettük rendbe, akkor nem másszunk bele. Nagyon szépen kérek mindenkit, ne kezdjen el birtok konfliktusokba belebújni, főleg nem a birtokvesztésbe. Mert nem egy végzetes kimenetelű történetet tudok elmondani, aki volt tanfolyamon, az hallotta, hogy hogyan jártak azok, akik mégis feloldották 9 hónap elteltével a birtokvesztés konfliktust. Pontosan ezért nem ajánljuk a családállítást, meg utaztatást olyan emberekkel, akik nem értik, nem tudják a germán gyógytudománynak az alapjait, főleg a birtokkonfliktusokat. Mert nem szabad se gyerekkori, semmilyen olyan gyerekkori élménybe belemenni, ami egy lepecsételt dolog, amire nem emlékszik, de majd eszébe jut, amikor jön a változókor, majd akkor a tünetek rendeződnek. De ha ezt idő előtt felbontják, akkor annak végzetes a kimenetele. Nem
félelmet akarok kelteni itt a hallgatóságban, csupán figyelmeztetni, hogy ehhez nem piszkálok. Mert nem tudom feldolgozni, hogy elhagytak, hogy kirúgtak, stb. Kitartóan keresem a helyem a családban, a munkában, a baráti kapcsolatokban, a társadalomban. Sehol se érzem magamat otthon. Még mindig keresem az utam, keresem azt, aki pont-pont-pont ismerik a slágert, és akkor csodálkozunk, hogy folyamatosan aranyerünk van. Nem egy viselkedés mintáról van szó. Mert ki akarom jelölni a területem közepét. Ez csupán ennyi. És még ha nem tudom kijelölni a területem közepét, mert folyamatosan keresem, hát akkor már illik hozzákapcsolni egy olyat is, hogy jaj, rossz úton járok. És akkor már elindítottam a mellékvese kérek programot is. Ugye milyen gyönyörű? Mert minél intelligensebbek vagyunk, annál tökéletesebben szedjük szét magunkat. Na szóval, vannak az embernek elképzelései a munkájáról, az életéről, arról, hogy a gyerekeinek hogyan kéne viselkedni, stb. És mivel én ehhez magacsul ragaszkodom, hogy ez így kell legyen. Így, vagy sehogy másképp. Na ez a fajta hozzáállás, a véletekkel való hozzáállás el fog vezetni minket a bosszankodáshoz. És volt már múlt idő sajnos olyan páciensünk, aki nem tudott nem bosszankodni, csípőből jött, bármi volt, bosszankodott. Bosszankodott, aztán ez készítette frekvenciaváltásra, mert tönkretette az EP-jét. Nem tudok mit mondani. Hát, hogyha ha a megbékéléshez sokkal, de sokkal kevesebb energia kéne. Az elfogadáshoz, mint a bosszankodáshoz. Ez túlélő program. Itt van a reléje, tessék, itt a bosszankodás reléje. És hogyha még megpiszkáljuk az identitás konfliktust, akkor már is lesz belőle egy fantasztikus, agresszív magatartás. Ami a túlélést fogja szolgálni. Ez minden viselkedésváltozás, minden konstelláció a túlélés érdekében történik. Nem erről van szó. Csak hogy nem csupán túlélő biológiai lények vagyunk. Itt van a szimbólum, tessék, itt ül, tessék meg, ott van az orvosi táska, aki nem hiszi, hogy az vagy az orvosi táska, és látjuk, direkt felvettem egy régi cuccot, amit a rendelőben viseltem, nem tudom, mikor volt rajtam utoljára, de ez a kis fehér birka pont a biológiát szimbolizálja. Ő tud bosszankodni. Ő neki vannak problémái, mert folyamatosan a túléléseért küzd. És ki akarja jelölni a területét, hogy eddig s ne tovább, ne szóljatok az életembe. Vagy ne gyertek be a legelőmre. Ugye? Az állatok a csordák között is megvannak a harcok, kérem. Hát, hogyha elveszti egy csorda a legelő területét, akkor éhen halnak. Tehát ottan megy a küzdelem fajon belül csorda és csorda között. És ki kell jelöljem a területemet? Hogyan? Hát vizelettel körbepisíljük a területünket. Ez biológia, kérem. A kutya is ezt csinálja, nem vettük észre. Szóval, és hiányzik ebből nekem egy hólyagdaganat végső esetben? Vagy éppenséggel hiányzik, hogy gyakran menjek vizelni? 15-20 percenként szaladok, aztán mint a kutya. Egy csöppet odaengedek, és megyek vissza. És aztán megint, és aztán megint. És aztán elmegyek orvoshoz, és ad nekem antibiotikumot arra, amire nem kéne adni semmit. Csak meg kéne nyugodni. Na és ha egy gyerek megéli mind a két oldalon, anya-gyerek oldalon, megéli a partner oldalon is, anyai oldalon is, megéli az állandó területkijelölést, hát akkor éjszaka be fog pisilni. Hát ez az enurézis nocturna. Na, ez már következmény. Ez már következmény. De vegyük észre, hogyha egy gyereknek ilyen problémái vannak, akkor biztosítsunk neki egy területet, ami olyan, mint a cicázás közben a ház. Ha befutottam a házba, ott a
ott már nem kaphatott el a cica. Szóval akkor legyen egy terület, ahol őt békén hagyjuk. Legyen neki egy olyan helye, ahol nyugodt lehet. Nagyon lényeges. Aztán vannak ilyen dolgok, hogy működésváltozás, említettem. Itt nincsen sejt plusz, sejt mínusz, hanem blokkolás. És igen, a makacsul ellenszegülök mindennek, ami nem úgy van, ahogy azt én akarom. Tetszik figyelni? Akarom. Akkor nyilvánvaló, hogy blokkolni fogom az inzulin kiáramlást, hogy a cukorszintem emelkedjen, el tudjam az ellenszegülést végezni. Ennyire egyszerű. Tehát, ha nem tudom magam túltenni azon, hogy becsaptak vagy átvertek, akkor annak a következménye lesz egy úgynevezett agyvérzés. Így a szakirodalom így írja le. Én más nevet adnék neki, de mindegy, mindenki így ismeri, hogy agyvérzés. És mi a helyzet? Hát még nem is hallottam a germán gyógytudományról, amikor két agyvérzés utáni agyvérzés szenvedett ravaszdi betegemről volt szó. A ravaszdi az azt jelenti, hogy ravaszd, az egy község Pannonhalmával szemben. Szóval ezek az emberek ugyanabban a korteremben feküdtek. Az egyik mindvégig béna maradt, és görcsben volt a keze, és hideg volt, a másik meg meggyógyult. Érthető, ugye? Ha nekem minden megélésem az, hogy hát ebbe bele kell dögleni, vagy ennél még a halál is jobb, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy a szklerózis multiplexet megteremtjük az életünk. Általában nem egyetlen konfliktus juttat el a szklerózis multiplexhez, hanem több ugyanolyan módon megélt konfliktus. Tehát több esemény, amire ugyanúgy reagálok. Mert nekem ez a berögzöttségem, a megélésem, és ehhez ragaszkodom, mert miért? Mert boldogtalan. Elegem van abból, hogy kiszaglásszam, hogy mi történik, miért történik, úgy, ahogy történik. Hát vannak emberek, akik nagyon bele tudják vetni magukat a napi hírekbe, a politikába, azt meg minden csatornán megnézik a híreket, hogy kisilabizálják, hogy akkor talán mi az igazság. Ezzel eltöltenek naponta több órát, és amikor már elegük lesz az egészből, vagy éppenséggel abból lesz elege, hogy utána szaglászon az alkalmazottainak, a családtagjainak. A lényeg az, hogy gyanakvásról van szó, és ki kell szaglászni a veszélyt. Na, akkor aztán bejön a szaglásvesztés a konfliktus aktív fázisban. Ennyi. És ma is érkezett levél, hogy cseng a füle valakinek. Ez elvezet egészen a hallásvesztésig, csókolom, ha nincsen lezárva a konfliktus idejében, mert minden konfliktust a hangoknak a szintjén él meg. Ez a stratégiája. Nem is az számít, hogy mit mondtál, hanem hogy hogyan mondtad. És erre fókuszál, hogy hogyan mondták, és hogy hazudott vagy nem hazudott. És amikor már elegem van ebből a hazugságból, és erről többet nem beszélünk, na akkor ugye jön a fülcsengés és hallásvesztés. Nyilvánvaló, hogy a zavaró zaj kiiktatása is ugyanide fog vezetni. Tehát a zavaró zajra már rendszerint adnak fülvédő eszközöket. A haráncsikolt izomzat működésváltozása is működésváltozás. A konfliktus aktív fázisban mi történik? Jön az izombénulás, spasztikus, tehát görcsben marad az izmom. És ez a,
A függő konfliktus aktivitás következményében lép fel a szklerózis multiplex, a átmeneti agyi keringési zavar, vagy TIA, stroke, agyvérzés, agydaganat, miasztenia gravis, Guillain-Barré szindróma, ezeket mind-mind a útmutató az egészséges című könyvben részletesen el lehet olvasni, csak felhívom a figyelmet arra, hogy mi az, amihez mi ragaszkodunk. Minden izom blokkolásnál megvan a mértéke, és megvan annak a megélése, hogy miért fog az egyik szklerózis multiplexhez, a másik miasztenia graviszhoz, a harmadik Guillain-Barré szindrómához vezetni. Tehát a recept, hogy ezt hogy kell megcsinálni, a könyvben megtalálható. És aztán szintén a konfliktus fel nem oldása vezet el ugye a policiklikus lefolyáshoz. Miért? Mert ott volt az epilepsziás beteg, aki ragaszkodott ahhoz az emberhez, akivel kapcsolatban megélte az elválasztási és a motorikus konfliktust, és ez a kettő együtt hozza az epilepsziát az epileptoid krízisben, itt az epilepszia középen. Tehát elválasztás és motorikus konfliktus. Mert mondjam azt, hogy azt élem meg, hogy menekülhetnékem van innen gyorsan, vagyis ebbe benne van a menekülésben, hogy elfutni, és benne van az, hogy minél távolabb. Ez is az elválasztási konfliktus, csak a másik vége a botnak. Ezt az egészet ugye nem oldja föl, az egy másik kérdés, hogy miért, és akkor ebből adódik az epilepszia, vagy jön egy epizódikus ataxia, vagyis mozgászavar. Csináltam egy rövid-rövid összefoglalót a szemreható programokról, mert egyre több személyzeti problémával találkozom, és akkor ugye tudnunk kell az, hogy mi hat a szemünkre. Hát nyilván, hogy nem a pajzsmirigy hat a szemünkre, hanem a látással kapcsolatos konfliktusok, a látással vagy a nem látással. Szóval, nem tudok elszakadni attól a szörnyű látványtól, amit láttam, mozizunk, ugye, becsukom a szemem, és még mozizok, hát akkor elindítom a szemnek a mozgászavarát, vagyis azt úgy hívjuk, hogy nisztagmus. Mikor zárjuk le a múltat egyszer és mindenkorra hálával? Vagy egyfolytában indexel a szemem, hol jobbra, hol balra, mert megéltem, teszem azt egy autóbalesetet oldalról, valaki ütközött az autónak, belém jöttek, ugye, és akkor már azonosulok azzal, hogy én belém jöttek, valóságállom illúzió, csak emlékeztetőleg, tehát ez már elég ahhoz, hogy utána folyamatosan oldalra kikapjam a szemem, és keresem, hogy honnan jön a veszély. Volt ilyen betegem a rendelőben, és hát fogalmam nem volt arról, hogy ennek a nőnek miért jár az egyfajtában indexelt a szeme. Most már tudom. Aztán, ha nem tudok elszakadni attól a látványtól, és azt látom, hogy villámlások cikáznak a szememben, majd elsötétül a kép, akkor nagy baj van, mert akkor eljutottam a retina leváláshoz. Ugye a konfliktus aktív fázisban még csak villámokat látok, a megoldásban jön az ödéma és a retina levál, és ahol levált a retina, ott megszűnt a kép. Tehát jó lenne ezeket a szörnyű látványokat, hát mielőbb, még aznap este lezárni. Lezárni, és megkeresnek akiban az aranyat, hogy milyen jó, hogy mindez nem velem történt, vagy ha velem történt, milyen jó, hogy túléltem. Tehát mindig tudok valamit, mindig valamit tudok keresni benne, ami megnyugtat, vagyis 180 fokos fordulatot kéne csak beletenni a történetbe, és akkor
ez nagyon szépen lezárható lenne. És aztán vannak emberek, akiknek az a mániájuk, hogy őt üldözik. Mindig valaki követi őket. Lehallgatják, nyomoznak utána, mit tudom én, megfigyelik. És vagy hát megélt egy kellemetlen dolgot, hogy sötétben, novemberi ködben jött át a parkon, recsent az ág, és már futott is hazafelé, mert nem látott semmit, de már elképzelte, hogy valaki a nyomába szalad. Ez pont elegendő ahhoz, hogy a zöld hályogot megcsináljuk konfliktusaktív fázisban, megoldásban pedig jön a glaukóma. Van olyan, hogy kitartóan keresem, vagyis várom, hogy újra láthassam az unokámat, kedves nagyszülők, tessenek leállni. Mert ugye az unoka minden délben nálam ebédelt, és milyen boldog voltam. Ezt már kényeztetem, a gyerekemet megvertem, de ezt most már kényeztetem. És a lényeg az, ha eltűnt a szemem elől egy szeretett élő lény látványa, akkor a konfliktus erőssége fogja meghatározni, hogy milyen mély folyamatok indulnak el. A kornea fekély, itt van a kornea, ugye a szaruhártya fekély, az még csak hagyján, de amikor a szemlencsét érinti a történet, akkor a megoldásban jön a szürke hályog, illetve konfliktus aktív fázisban a makula degeneráció, vagyis ott, ahol a legsűrűbben vannak a látósejtek, ott elkezdek sorvasztani. És elképesztő tompalátás fog kialakulni a degeneráció következtében. Nagyon miért? Mi a probléma? Hogy itt is benne van a makacság, hogy de én ezt nem tudom elfogadni, hogy a gyerek már nem jön be hozzám. Miért nem tudok örülni annak, hogy egyetemre van? Miért nem tudok annak örülni, hogy? Persze nyilván vannak tragédiák, hogy egy szeretett élőlény frekvenciát váltott, de ennek a feldolgozása alatt legalább tegyük ki a képet, hogy legyen állandóan ott a nappaliban, meg a konyhában, meg a spájzban, meg a fürdőben, meg az előszobában, meg az autóban, meg a táskában. Mindenütt lássam a szeretett élőlényt, mert hála Istennek ez a legjobb dolog, hogy az agyam nem tesz különbséget valóságállom illúzió közt, tehát ha látom a fotóját, akkor ezeket a programokat nem indítom el. És aztán eddig arról beszéltem, hogy láttam. De jön a látja, nem látja, a látja. Nem akarom látni, mert nem bírom látni. Énekelték a Képzelt Tribut egy amerikai popfesztiválon című lemezen. Hát kérem szépen, mit fogok csinálni? Hát lebénítom a szemeim. Ha valamit nem akarok látni, becsukom a szemem, nem? De valamit nem akarok hallani a fülem, nem tudom becsukni, csak tönkretenni a fülem. Tehát ha valamit nem akarok látni, akkor megoldja a szervezetem, mert konfliktus aktív fázisba leejtem a szemhéjamat, vagy csinálok entrópiumot, ektrópiumot a szemhéjnak a ki vagy befele fordulásával, és megoldásban nyilván ez helyre jön, de epileptoid krízisben egy olyan szemhéj görcs lép fel, hogy ihaj, lefaroszpazmus. Szóval a másik dolog, amikor nagyon szeretném, hogy engem lássanak, lássák a festményemet, a kiállításomat, és akkor elindítom a könyvmirigy programot, nekem erről addig jut eszembe, szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak, hogy látva lássanak. Rengeteg dolgot lehet még fölvetni, de hát nyilván az egész germán gyógytudományt nem fogom most részletezni, viszont beszéljünk a megoldásról is. Mert ha hallgatnánk, kérem szépen, ha hallgatnánk ezt a csodálatos archaikus dallamot, ami a weblapnak a tudástár menüpontjából letölthető mindenki számára, ma is elküldtem nem tudom hány levelet a tájékoztatással, hogy
most már elérhető a tudástárból a dallam, és mindenki saját használatra letöltheti. Hát szóval akkor egy végtelen nyugalom kapna minket el, és nyilvánvaló, hogy az eredeti dallamot kéne hallgatni, és nem a hamisítottat a YouTube-ról. A részletek az előadásban benne vannak, de csak ismétlésképpen. Mit csinál akkor ez a dallam? Nagyon halkan szól. Jelzem, elhallgatok és hallom a másik szobában a Palmer doktor éneklését. Mit csinál ez a dallam, ha éppen stresszben vagyok, feszült vagyok? Az endodermális, kezdem itt, tehát a sárga és narancs színű programokat leblokkolja egész padlóig. Tehát nem lesz több sejtszaporítás a falat konfliktusban, a meldaganatban, és nem lesz több sejtsorvasztás az önleértékelésben. Abban az esetben, ha ektodermális programot érek meg, vagyis kortikális konfliktust, akkor, amit itt látjuk, letranszformálja, csökkenti a konfliktus tömeget a dallam hallgatása, ezt nevezzük is megoldásnak, és a konfliktus valós megoldása után már nem halok bele az epileptoid krízisbe. Tetszik látni? Tehát ez a megoldás a birtokvesztés esetén, bárkinek angina pectorisa van, semmi más nem csinál, nem agyal, hallgatja a más studentem méghez, hogy le tudja transformálni a konfliktus tömeget. Ha nincs optikai sinen, akkor nem lesz több angina pectorisa sem. De ha optikai sínre kerül, akkor újra meg újra az angina pectoris megéli. Az optikai sín azért lényeges, mert a legtöbb információt a szemünkön keresztül kapjuk a külvilágról, és ezért lesz az, hogy a látvány maga már leállítja átmenetileg a dallam hatását, de utána, ha lekerültünk a sínről, a dallam ismételten hat. Mi történik, ha a megoldást követő fázisban hallgatom ezt a csodálatos dallamot? Hát megakadályozza a recidivákat. Egy nagyon lényeges dolog. Ezért kell éjszaka is hallgatni. Átolja, itt van a nyíl, átolja az exudatív fázist az epileptoid krízisen keresztül. Hát ez egy fantasztikus dolog. Aki a könyvet elolvassa, vagy eljön szombaton a könyvbemutatóra, megérti, hogy ez hogyan történhet meg. Megvan az élettani magyarázata, hogy ez miért történik így. Tehát optimalizálja a gyógyulási folyamatot. A kérdés csak az, hogy hajlandók vagyunk-e az ingyen átadott eredeti dallamot halkan, nagyon halkan szólaltatni ott, ahol éppen vagyok. Beteg gyereknek, konstelláltnak, tehát viselkedésváltozás. Az első dolog, amikor valaki depressziós, hogy hallgatja a dallamot, és ez be fogja állítani abba az állásba azt a bizonyos mérleget, hogy onnantól lehet vele konzultálni. Nagyon lényeges volt. Tehát ezt a megoldást mindenki megkapja, de legyünk szívesek megérteni, hogy nem helyettesíti a konfliktus megoldást. Palmer doktor leírja a missing link, vagyis a hiányzó láncszem. Az pont én vagyok a gyógyulásomban. Pont én vagyok a hiányzó láncszem, mert én nem teszem meg azt, amit csak én tehetek meg, és egy dallam nem teheti meg. De a dallam segít nekem a biológiai programokban, hogy ne szenvedjek, ha hajlandó voltam lezárni a konfliktusomat. Én úgy gondolom, hogy a mai nap is kiderült, hogy a germán gyógytudomány alap a megértéshez, a megoldáshoz és a megelőzéshez, hogy a betegségek nem azoktól a tényezőktől függnek, amelyeket a rendelőben elénk tárnak, hanem csak is attól függnek, hogy hány
programot futtatok, melyik van konfliktus aktív, melyik van megoldás követő fázisban, és a konfliktusok halmozásával miként változott meg a személyiségem, a viselkedésem vagy a hangulat. A megoldás tehát mi? Nem újjék el a nap a te haragoddal, és meg se fogok betegedni. Mi lenne, ha ezt szokásunká tennénk? Van 4 percünk lefekvés előtt arra, hogy átgondoljuk, hogy miért tudunk hálát adni a mai napon? Mindenért. Szóval a germán gyógytudomány, kérem szépen, tudomány, mert reprodukálható, összehasonlítható és előrejelezhető. De nyilvánvaló, ha megtanulom az egészet, és nem oldom fel a konfliktust, akkor szenvedhetek tovább tudományosan.